Sziasztok! Ez itt a kanál! Ma visszahozzuk a nyarat a télbe, egy különleges epertortát fogunk készíteni. Fogjunk is hozzá. Először is kell egy nagyon nagy edény, amiben az összes összetevőt össze tudjuk keverni. Egy szita, amivel a lisztet és a száraz dolgokat le tudjuk szitálni. És egy robotgép. Kell 9 tojás, aminek először a fehérjét habosra fogjuk verni, majd a sárgáját hozzáadjuk. 225 g cukor, 45 g vaníliás cukor, 135 g étkezési keményítő, 165 g liszt és másfél csomag sütőpor. Sütni. Mindig érdemes a fogpiszkáló próbát megcsinálni. Amíg a torta sül, addig megcsináljuk a krémet. Veszünk hozzá 250 g mascarpone-t, 4 dl tejszínt, ízlés szerint 2 csomag vaníliás cukrot és cukrot. Sőt, a torta kihűlt, majd felvágtuk egy kenyérvágó késsel 4 részbe. Utána bekevertünk rumot vízzel, és ezt fogjuk nagyon kevés adagban rárakni a tésztára. És utána jön a krém, majd az eper. Először két belső tésztát, ami belül lesz,
A közepére kivágunk egy-egy lyukat. Most a tésztát bekenjük a krémmel. Most vesszük az egyik kört óvatosan, hogy el ne szakadjon, és rátesszük. Erre is tehetünk egy kis rumos vizet. És a szélére óvatosan teszünk a krémet. Amikor így néz ki a tortánk, veszünk pár epret, abból kettőt kiveszünk díszítésnek, és ketté fogjuk ezeket vágni. Szóval levágjuk a zöldet róla, és ketté vágjuk egyszerűen. Majd belehelyezzük ide a közepébe. Amikor betöltöttük az epret, akkor rátesszük a tetejét. És ezt is meg lehet enni ezzel a finom krémmel. Meg lett csinálva, be lett kembe ezzel a habos dologgal. Most berakjuk a hűtőbe, és addig kinyújtjuk a marcipánunkat. A fehér marcipánunkat be fogjuk pirosra festeni. Amikor piros a marcipánunk, akkor elkezdjük kinyújtani, úgyhogy ráférjen a tortára, lehet egy kicsit nagyobb is. A marcipánt vagy fondantot mindig porcukorral nyújtsuk ki.
szóval a deszka is legyen porcukros, és a felülete is. Most a két legszebb epret megint meg.